A ballagási ünnepségen vette át Hodos Imre a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. B-osztályosa eredményes tanulmányi és sporttevékenységéért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagy tiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. Hodos Imre 4 éven át példás magatartású és jeles tanulmányi eredményű tanuló, matematikai és orosz nyelv tantárgyakból megyei és területi szintű versenyeken képviselte iskoláját. Igazi sikerei azonban a kosárlabda sportákhoz kötődnek. Kiváló közösségi munkája mellett a gimnázium Bel Canto kórusának tagjaként éveken át meghatározó módon vett részt az intézmény kulturális életének kialakításában. Angol nyelvből középfokú komplex, valamint felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Mint elmondta, a gimnáziumban 4 év alatt rengeteg tapasztalatot és tudást szerzett, főleg történelemből és angolból. Ezen tárgyakból volt országos és megyei versenyeken. Rengeteg tapasztalatot és tudást tudtam megszerezni ez alatt a 4 év alatt, amiket igazából különböző szakterületeken sikerült megszereznem, és ezen belül főleg a történelem és az angol tantárgy keretein belül sikerült nagyobb tudásra szertennem, hiszen ezek érdekeltek. Akkor ez azt is jelenti, hogy ezeken a versenyeken voltál országos és mindenféle ezzel kapcsolatos versenyen? Többnyire igen. Próbálkoztam, a részvétel fontos, ugye szokás mondani. Némelyik versenyen értem el helyezéseket, amik általában csak továbbjutással jártak, de mindig próbálkoztam minden évben a lehető legjobbat nyújtani. A legbüszkébb azonban arra, hogy az országos diákolimpián a kosárcsapattal sikerült a 11. helyezést elérniük. Nem igazán tanulmányi eredmény, hanem inkább sporteredmény, hiszen országos diákolimpiára sikerült kijutnunk, így ott egy 11. helyezéssel sikerült befejeznünk, ami szerintem hatalmas eredmény egy ilyen kisebb gimnáziumhoz képest. Érettségi után az egyetem csapatában folytatná a kosarazást. Ez már része az életemnek, és nem nagyon szeretném, hogy később ez abba maradjon. Majd az egyetem csapatába esetleg megpróbálok bekerülni, és onnan meglátjuk, ami lesz belőle. Az érettségijével elégedett osztályfőnöke dr. Pintér Zoltán Árpád hatására is választotta az angol történelem tanári szakot Debrecenben. A történelmi érettségi az meglehetősen jól sikerült, ahhoz képest, hogy egy teljes tanévet sikerült online oktatásban végkísérni. A matematika az hát tűrhetően mondhatni, azt még nem tudom, így csak ennyit tudok róla hozzáfűzni. A magyar az pedig magamhoz képest szerintem jól. Nekem nem annyira a szívem csücske, de szerintem nem volt annyira nehéz, hogy ne menjem egy alapabb tudással sem. De hát akkor határozott céllal indulsz az egyetemnek. Melyik egyetem ez? Ez a Debreceni Egyetem. Angol töri tanári szakra jelentkeztem, osztatlan. És igazából ez volt a célom mindvégig, és a többit meg majd meglátjuk, hogy felvesznek-e. Osztályfőnök dr. Pintér Zoltán Árpád tanárul volt, akkor esetleg a történelmi vonal, ez neki is köszönhető? Igen, szinte legfőképp ő neki, hiszen a hatalmas tudásával és hát azzal a szeretettel, amivel átadta a tantárját, sikerült úgy érdeklődést felkelteni iránta, és ezáltal sikerült nekem is jobban belásni magamat.